Minden évben megünneplik a magyar egészségügy legnagyobb ünnepét, a Semmelweis napot. Ilyenkor emlékeznek Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére, akinek nevét Orvostörténeti Múzeum, emléktábla és orvosi egyetem is büszkén viseli. Ezen a napon országszerte elismeréseket osztanak és köszönik meg az egész éves munkájukat az egészségügy dolgozóinak, kitartásukat, munkabírásukat és elhivatottságukat méltatják. Kőbányán idén ezt az eseményt az Újhegyi Közösségi Házban rendezték meg, ahol Kovács Róbert polgármester köszöntötte a résztvevőket. Egy szimbolikus helyre hívtuk Önöket. Miben is szimbolikus ez? Egy megújulóban lévő lakótelep főutcájának egy szimbolikus termébe, épületébe. Ez a lakótelep, mikor megépült valamivel több mint 40 évvel ezelőtt, úgy épült meg, hogy a közösségnek nem teremtettek egy olyan teret, egy olyan színteret, ahol a mindennapokban találkozhatna. Nem volt, ha lefordítom, leegyszerűsítem, közösségi tere, művelődési háza ennek a lakótelepnek. Mikor hozzáfogtunk a munkához 2010-ben, akkor nyilván célul tűztük ki Kőbánya fejlesztését, célul tűztük ki, hogy megújítjuk a közterületeit, megújítjuk az épületeit, de ugyanilyen célunk volt, hogy erős közösségeket teremtsünk, ezeknek az erős közösségeknek pedig várakat hozzunk létre. Az újhegyi lakótelep jó úton jár, meggyőződésem, hiszen a főutcájának láthatják, és biztatom Önöket, ha lesz idejük, az ünnepség után sétáljanak végig a középső szakaszán, ahol egészen más minőségű lakótelepi főutcát láthatnak, találhatnak és élvezhetnek az itt lakók, és igazi közösségi térként élik meg, mint ez korábban jellemző volt, vagy jellemző akár más lakótelepeken, legyenek ezek Budapesten, vagy éppen az ország más nagyvárosában. Közösségi teret teremtettünk a sétányon, itt ezzel a házzal. Persze a közösségteremtés célja ennél jóval távolabb terjed, és most egy orvos közösséget köszönhetek itt. Egy olyan orvos közösséget, amelyek a kőbányai alapellátásnak az oszlopát jelentik, a mindennapjait jelentik, a mindennapok egészségügyi biztonságát. Ma ünnepelni jöttünk ide, hogy hallottuk a felvezető sorokban, Semmelweis nap volt a napokban egy pár nappal ezelőtt. Régen volt annak alkalma, amikor ilyen szép számban összejöttünk volna, ez a közösség így együtt ünnepelhetett volna. Pedig ez nagyon fontos. Ugye arra az útra ráléptünk pár esztendővel ezelőtt, 2011-ben rögtön egy gyors, nem is olyan kicsi segéllyel, gyors segéllyel fordultunk a kerületi alapellátási intézményei felé, amely régi adósságot igyekezett pótolni, nyilázárókat cseréltünk, vizes blokkokat újítottunk meg, majd hozzáfogtunk egy átfogóbb rendelő felújítási, megújítási programhoz, Salgó-Tarján út, Kerepesi út, nagyon vár erre az újhegyi rendelő is, de a Pongrác meg fogja előzni, folynak az egyeztetések a Pongrác megújításáról, de nyilván nem fogjuk elfelejteni az újhegyi rendelőt sem. Mint hogy nem feledkeztünk el a fogorvosokról, cseréljük a székeket, épül a röntgen, és lehetne sorolni hosszasan azokat a megvalósított célokat, amelyeket magunk elé tűztünk annak érdekében, hogy fejlődjön a kerületi egészségügyi ellátás. Jelentős lépés lesz meggyőződésem az egészségház fejlesztés, ugye az a Bajcsi Kórházzal közösen az ő gondozásában, ő felelősségében valósul meg. Készülnek a tervek, folyik az előkészítés, a kórház területén a Maglódi út, Labotta utca sarkán meg fog épülni a tervek szerint 2018 év végére egy új járóbeteg szakrendelő. Ha csúszunk két hónapot, én azt se bánom, bevallom őszintén főorvos úrnak, de végre lesz egy új rendelőnk, erre is nagyon vártunk. Persze mit sem ér az egész, hogyha az itt dolgozó orvosok munkáját nem ismerjük el, erre készülünk ma. Külön köszönöm Fejér doktor úrnak, aki nem mint kerületi házi orvos, hanem mint képviselőtársam hívta fel a figyelmet arra, hogy bizony élhetünk azzal az elismeréssel, a címzetes főorvosi cím átadásával, amivel nem élt még fővárosi kerület, ami ismereteink szerint. Büszke vagyok arra, hogy Önök vehetik át ezt először, és kívánom azt, hogy ne csak Semmelweis napkor, hanem mindig figyeljünk egymásra. A mi céljaink közösek, Önök a gyógyítással tudják szolgálni ennek a városnak a fejlődését, és bizony ez nagyon-nagyon fontos. Mindannyian tudjuk, hogy a kőbányai emberek egészségi állapota, egészségmutatói, azok nem a legfényesebbek az országban, a fővárosban sem, nagyon sokat teendünk. Mi igyekszünk ezt a munkát sokféle eszközzel, nem csak az infrastruktúra fejlesztésével támogatni, hanem tágabbra vonva, sportfejlesztésektől kezdve, nagyon-nagyon sok mindennel, prevencióval, de nagyon kellenek Önök is.
önök, hogy a kőbányaiak egészségesek legyenek, egészségesebbek legyenek, és hosszú időt tudjunk együtt tölteni közösen. Az eseményen közel 60 kitüntetettet köszöntöttek a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet értelmében, ami kimondja, a házi orvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve házi orvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult. Az az igazság, hogy már gyermekkorban eldöntöttem, hogy orvos leszek. Azt, hogy fogorvos, azt inkább a középiskolás évek során. És mi volt az a történés, amikor azt gondolta, hogy orvos akarok lenni, de még nem tudom pontosan, hogy milyen orvos, aztán fogorvos. Ez hogy jött? Mindenféleképpen az orvosi pályát választottam, és jó volt a kézügyességem, azt hiszem, hogy ezt a rajztanárom, illetőleg a technika tanár is gyakorlatilag megerősítette. És hát mivel itt ez nem árt, sőt előny, az az igazság, hogy ez döntő mértékben befolyásolta. Hány éve végzi ezt a hivatást, és hol találkozhatunk önnel? Az Újhegyi Sétány gyermekfogászaton, egy egyszékes rendelőben dr. Kis Tamás váltótársammal dolgozom, és 1995 óta itt Kőbányán. Utolsó kérdésem az lenne, hogy jogosan félünk-e a fogorvos néniktől és bácsiktól? Én azt gondolom, hogy nem. Főleg egy gyermekfogorvosnak megfelelő érzékkel, pedagógiai érzékkel is rendelkeznie kell, és hogyha időben elkezdjük gyakorlatilag a gyerekek vizsgálatát, ellenőrzését, fogorvosi rendelőhöz, székhez való szoktatását, nem utolsó sorban a prevenciós tevékenységek elvégzését, akkor azt gondolom, ha nem is megszerettetni, megkedveltetni, de legalábbis hozzá lehet szoktatni a rendszeres fogorvosi ellenőrzéshez, mert ugye azt valljuk, és próbáljuk is betartani, hogy fél évente legalább keressék fel a gyermekek szüleivel, illetőleg mivel mi szisztémás ellátásban dolgozunk, ezért bölcsödéseket, óvodásokat általában mi keresünk fel, bár a sétányhoz közeli óvodákkal már olyan a kapcsolatunk, hogy átkísérik az óvodapedagógusok a gyerekeket, úgyhogy hozzászoktatjuk őket ahhoz, hogy székhez kötötten zajlik a vizsgálat, esetleg a prevenciós beavatkozás, mint például a barázdazárás, ami egy fájdalommentes beavatkozás, és azt gondolom, hogy ha ezt időben, már kiskorban megszokja a gyermek, akkor nagyobb kedvet kap a szájápoláshoz, illetőleg ő maga is felnőtt korára ezt a rendszerességet, hogy legalább fél évente, de minimum évente felkeresse a fogorvosát. Plusz egy kérdés, mit szólt ehhez a kitüntető címhez? Nagyon meglepődtem. Kolléganőt, aki polgármester urat a végén köszöntötte, tudnám idézni, egy picit én is megkönnyeztem, amikor felbontottam a borítékot, ez mindenféleképpen jól esik. Ez olyan igazság szerint, mint egy általános iskolás vagy középiskolásnak a bizonyítvány átvétele, hogy végül is a tanulásért, meg a komoly munkáért valamilyen elismerés, jutalom jár, vagy járhat, és ezt én is köszönöm még egyszer a polgármester úr, illetőleg a testületnek is. A férjemmel közös helyet akartunk, tehát ugye férjem budapesti volt, én győri. Győrbe próbáltunk elhelyezkedni, én a győri kórházban dolgoztam 2 évet, és amikor hozzámentem a férjemhez, akkor költöztünk Pestre. Na most, hát én mindenképpen a gyerekgyógyászat felé tendáltam már az egyetemi évektől, és dolgoztam győri kórházba, Dunai Városi Kórházba, de tulajdonképpen én az alapellátást gondoltam leginkább megfelelőnek magam részére, mert ott megvolt az önállóságom, megvolt az, hogy tulajdonképpen a tanácsadás is érdekelt, a betegek családja is érdekelt, tehát
összetudtam valahogy fogni a teendőimet a családokkal kapcsolatban. Hernádi főorvos úr volt itt akkor a szakvezető, és ő a férjemnek évfolyam társa volt, és orvost keresett, mert mikor meghallották azt, hogy kőbánya, hát ez 1973-ban volt, akkor oda aztán nem. Én kijöttem, körülnéztem, nagyon kedvesen fogadtak a kollégák a rendelőbe. Hernádi főorvos úr beült mellém egy kis rozog a kocsiba, és végig mentünk, hogy mi lenne az én területem. Nagy ravasz volt, mert nekem akkor még emeletes házak, ott szépen egybe van a körzet, és nem kell sokat mászkálni. Hát ez nem így volt, mert az emeletes házak mellett voltak sufnik, és benne lakó salátalevélről tarhonyát falatozó kisgyerekek. Szóval akkor ez ilyen volt. De én nekem akkor volt a kislányom 3 éves, óvodás, férjem nagyon sokat segített, és kijöttem. Nem bántam meg soha. Én voltam itt Marika néni, meg doktor néni, meg mamika, meg akármi. Hát én már nem leszek itt főorvosnő. De ez nem baj. Nem baj, mert nekem az a 3 gyerek, aki ide jött hozzám, felnőttként, azért nekem nagyon sokat számít. És hogy szeretettel vannak irántam. Ez nagyon sokat jelent. És amikor megkaptam a polgármester úr meghívóját, akkor éreztem, hogy igen, ezt én soha nem fogom már kitörölni az életemből, nem is akarnám, de egy meghatározó része volt az életemnek kőbánya. Igen, szóval meghatóna. Ez az igazság. Én csak azt kívánom az utánam jövőknek, hogy szeressék úgy a munkájukat, ahogy én szerettem a gyerekeket, mert az, hogy a család mit jelent, azt én otthon tanultam ugyan meg, de itt láttam, hogy milyen ereje van annak, hogyha egy kis segítséggel el tudjuk őket indítani valami jobb irány fele. Egy élményem, ami a legelsők között volt, nagyon jó védőnőim voltak, a Puskás Zsuzsa és a Kákonyi Ági. Én azt kértem tőlük, először olyan helyekre kísérjenek el, ami a legrosszabb, ami a legnehezebb. És akkor benyomtuk az ajtót a Cserkesz utca egy lakásába, ahol is a mocskos, koszos konyhaföldön 4 nagy salátalevél volt kiterítve, 4 kis koszos kisgyerek, és a tarhonyát lapátolták be. És én, a második kerületi nő, megálltam az ajtóban, és elhűltem, hogy még ilyen létezik. Én azokkal olyan jó kapcsolatot építettem ki, megtanítottuk fogatmosni őket, nem úgy kell lenni, így kell lenni, amúgy kell lenni, és akkor a nő, ezt nem felejtettem el soha, azt mondta, persze doktornő, ha van valami a jégszekrényben, meg ha van egyáltalán jégszekrény. És ez bizony így van. Amikor nem dolgoznak, akkor ez nem megy. Valami segítség kell. És én úgy érzem, hogy amit én tehettem, azt talán megtettem. Én tudtam ennek a kormányrendeletnek a létezéséről, és nagyon hiányoltam, hogy nem nagyon élnek a kollégák és az önkormányzatok ezzel. Nagyon elanyagiasodult a világunk, tehát csak az az érték, amit meg lehet fogni, pénzt lehet kapni érte, de ez nem így van. Tehát az érzelmi öröm az ugyanolyan fontos, egy örömadás, egy mosolyjal, egy köszönetnyilvánítással, mint hogyha valami tényleg anyagi dolgot adnánk. Én egy kicsit többnek is tartom, mert szegény ember is lehet boldog. Tehát igazából javasoltam az önkormányzatnak, hogy éljen ennek a gesztusnak a lehetőségével, mert ez valóban, hogy úgy mondjam, csak gesztus, de a csak az itt nagyon nem jól hangzik, mert ez egy óriási dolog volt, lehetett látni, hogy egész életeket töltöttek itt a kollégáim, magam is.
meséljen nekem akkor erről is, hogy ön is házi orvosként tevékenykedik, mióta? Én 35 éve dolgozom Kőbányán házi orvosként, belgyógyász, házi orvos és foglalkozás egészségügyi szakvizsgám van, és én belgyógyászként is orvosoltam, és évekig a kerületben, meg egy darabig a 17. kerületben is, én voltam az alapellátási szakfelügyelő főorvos. Miért döntött úgy egykoron, hogy ezt a hivatást választja? Hát végül is, hogy én ezt csinálhatom, az a Jóisten ajándéka. Hát én nekem ez az örömszerzésem, tehát hogyha ez a legszeretettebb dolog, amit csinálhatok, akkor nekem a benne való munkálkodás az minden nap egy öröm. Tehát a szolgálat, mert én ezt szolgálatnak tekintem, tehát azzal, hogy valakin tudok segíteni, hát az egy annyira felemelő érzés, hogy aki ezt nem tudja, azt nem tudja megérteni azt sem, hogy minek örülök. De hála Istennek orvos lehetek, és nagyon szeretem a betegeimet, és a betegeim is szeretnek engem. Tehát ez, és mint látható volt, a kollégáim is szeretnek engem. Tehát ez így függ össze. Tehát természetesen voltak példaképeim, egyik nagybátyám is orvos volt, Semmelweis Ignácnak is nagy tisztelője voltam, de még ahol felnőttem, a Rákoshegyi Meruzsin János körzeti orvos is egy igazán méltó példakép volt, mert nagy tudású ember volt, az egész világháborúban dolgozott, nem csak belgyógyászként, sebészként, szülészként, mindent ellátott, repeszt ugyanúgy kivett a rendelőjében, mint ahogy ha a Gólya néni, tehát a községi szülésznő mondta, hogy nehéz szülés lesz, de hát nem volt lehetséges az ostrom alatt bemenni a kórházba, akkor otthon vagy a saját rendelőjében vezette le a szülést. Tehát őt még poliklinikai szakorvosnak nevezték, ez volt a akkori titulusa és a szakvizsgája. Ezt sokkal szebbnek tartom, mint amit most akasztottak ránk, mert igazából egy házi orvosnak minden szakmában otthon kell lenni. Hát van olyan évfolyamtársam, aki 6 faluban áll helyt, és hát minden tiszteletem az övé, hát ő fogad, húz, tájogot nyit, meg mindent. Tehát ez egy csodálatosan szép munka, csak erről nem nagyon tudnak, mert nyilván a sorbaállás, meg egyéb adminisztratív dolgok miatt nem veszik észre a nehézségek mögötti igazán komoly munkát, a segítő szándékot. Az eseményen kitüntetetteket a Tutta Forza együttes szórakoztatta.